csak összefogással lehetséges. Erre példa 1848. március 15-e. Hangsúlyozta Németi Attila Sándor, önkormányzati képviselő, nemzeti ünnepünkön a 168 évvel ezelőtti történésekre emlékezve. Hajdúszoboszlón ünnepi istentiszteletre, majd hűen a legújabb kori hagyományokhoz, a Városháza előtt tartott megemlékezésre várták a város polgárait és az itt üdülő vendégeket. Nemzeti imádságunkkal kezdődött az ünnepi istentisztelet, majd a 89. zsoltár csendült fel. Takács Tamás Dávid zsoltárát idézte, a 143-ast. Mutasd meg nékem az utat, melyen járjak, szólt a könyörgés. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresünk menedéket. A 155. dicséret után elhangzó prédikációban Takács Tamás visszautalt az elhangzottakra. Vajon szólt-e így ez az ének annak idején a templomokban is, kérdezte. A 48. március 15-ét idéző igehirdetésben arról hallott a gyülekezet, hogy a szívek szabadság utáni vágyát semmi nem oltotta ki, s arról, hogy akkor tudta mindenki, ki az ellenség. Az akkori ellenség a legnagyobb, az osztrák császári udvarról. Hosszú ideje törekedtek megtörni a magyar nép öntudatát, identitását, a nyelvet, a kultúrát, az önállóságot és a gazdaságot is. Takács Tamás Petőfi Magyar vagyok című költeményét idézte, majd arról szólt, elvés hit, szív és lélek, ne maradjon rabságban, ma sem. A 25. zsoltárral végződő istentisztelet utolsó perceiben Örvendi László gondnok a presbitérium és a gyülekezet nevében fontos eseményről emlékezett meg. Két évtizeddel ezelőtt e napon kezdte meg szolgálatát Szoboszlón Takács Tamás lelkipásztor és felesége, Takács Tamásné Bojtor Emese. Az eltelt idő eredményeit számba vevő szavak után köszönetet mondva a lelkész házaspár és családjuk szolgálatáért ért véget az ünnepi istentisztelet, ahonnan a hívek a városi ünnepségre vonultak. Az eső miatt a térzene elmaradt. Az egybegyűltek ernyővel a kézben, vagy anélkül ázva-fázva, s így testi érzetekben is átélve a 168 évvel ezelőtt Pesten történteket énekelték, hallgatták a himnuszt. Ünnepi beszédet Németi Attila Sándor önkormányzati képviselő, az összefogás tagja mondott, aki a forradalomra való emlékezésében is ezt hangsúlyozta. A haza fennmaradása csak összefogással lehetséges, hallhattuk. Majd arról szólt, akik előtt ma fejet hajtunk, az akkori ifjakat és politikusokat az azonnali és határozott cselekedetek jellemezték. A márciusi ifjak, a fegyvert ragadó sokaság, az államépítő politikusok arcából legjobb énünk néz vissza ránk. Történetük elemel a hétköznapoktól, megállít és elgondolkodtat. Remek lehetőséget biztosít egyfajta belső csend, önértékelés kivirágoztatásához. Segítségükkel rátállhatunk arra a magasztos belső igényünkre, amire minden más, a nemzettel kapcsolatos gondolatunk, vágyunk épül. A teremtés szándékára, annak hajtó erejére, a hazaszeretetre. A hazaszeretet, amelynek ereje ilyenkor, az ünneppel valahogy még tisztábban érezhető. A hazaszeretet, az ünnep, az összetartozásunk, magyar mi voltunk megbecsülését élteti. És valljuk meg ilyenkor, élesebben és reménykedőbben látjuk önmagunkat. Ezért van, hogy az 1848-49-es eseményekkel kapcsolatos érzelmeink olyan tiszták, olyan egyértelműek. Hiszen vitákon és kétségeken túl is összefogott az ország. Idézte Kossuthot, s üzenete kapcsán reményét fejezte ki, hogy a mai magyarok sem kevesebbek a régieknél. Úgy fogalmazott, korukban csak egyetlen ellensége van a nemzetnek, saját kis hitűsége. A szónok szerint tehetségünk van az élethez, a sikerhez, s ahhoz, hogy az ország erős és hitében töretlen maradjon, szükség van mindenkire. S akkor, idézte ismét Kossuth Lajost, a pokol kapui erőt nem vesznek azon.
Ünnepi műsorral a Tököl Imre két tanítási nyelvű általános iskola diákjai készültek. A gyerekek arra keresték a választ, amit tanítóik megkísérelnek elmagyarázni, s amit sokan így tesznek fel. Édesanyám, mi a szabadság? Haza és szabadság a magyar történelembeni két fogalom 48-ban fonódott össze legerősebben, s mindennek üzenete főként Kossuth irataiból és Petőfi költeményeiből idézve áradt az ünneplők felé a kiskamaszok lelkes előadásában, olykor direkt, ezzel is a hatást fokozó, töredékesen szerkesztett formában. A zenei betétek pedig hazai rock legendáktól szóltak. A műsort követően koszorúzásra került sor. A Városháza oldalfalán elhelyezett Petőfi emléktáblánál az önkormányzat, intézményei, civil szervezetek, pártok képviselői, majd Harsányi Bálint emlékművénél újabb szervezetek és közösségek képviselői helyezték el a kegyelet virágait. Az ünneplők végezetül az egykori Fogtői ház helyén álló épület falán lévő Kossuth emléktáblánál rótták le virággal tiszteletüket.